ez egy történelmi regény. Nekem az arcpoétikámhoz hozzátartozik, hogy szembenézek azzal, amivel az elmúlt évtizedek európai esztétikája és tudománya rávilágít, hogy minden múltról szóló könyv is a jelenben íródik. Egész egyszerűen arról van szó, hogy a mondatok a múltról is a jelenben születnek meg. Ez önmagába véve válasz is a kérdésre, hogy amit én a jelenbe fontosnak tartok, az jelenjen meg a futárba, mint a szabadságharc múltjának erdélyi történetében. Már most mi az, amit én a jelenben a 70-es években, meg mindmáig fontosnak tartottam, sok minden, de például az, hogy hogyan játssza ki a hatalom a egymás mellé rendelt embereket, nemzetiségeket, fajra, vallásra, nemzetiségre való tekintet nélkül egymás ellen azért, hogy felülről a hatalmi erő. A szabadságot esetében a bécsi kamarilla, amelyik a cárral fogott össze, leigázhassa ezeket a nemzetiségeket. Tehát ilyen értelemben a ma is benne van, miközben hiteles 19. századi eseményvilágba kell játszódni a regénynek. Rengeteget kellett hozzáolvasnom, végig kellett járnom a 48-49-es erdélyi hadszíntereket, meg kellett tanulnom, hogy a különböző hadseregeknek a katonái milyen egyenruhát viseltek, az osztrák hadseregek, a magyar huszárok, a cári katonák, a román mócok, és meg sok-sok minden résztént kellett megismernem, hogy ebből egy történetet alakítsak ki. Hát ezt mind-mind fontosnak éreztem. Találtam egy számomra nagyon kedves főszereplőt, egy 18-19 éves srácot, mondanánk így mai szemmel, aki egy temesvári könyvüzletben él, az apja egy székely szombatos, az anyja egy zsidó származású asszony, és könyvüzletük van Temesváron, és ez a fiú úgy szerzi meg az életről való tudását és tapasztalatot, hogy sok könyvet olvas. Aztán jön az élet, és megtanítja őt arra, hogy mi a könyvből szerezhető tudás, és mi az életben megismerendő tapasztalat és sors. Az első kiadásnak nagyon jó visszhangja volt, azok még a könyvkiadás példányszámait tekintve más idők voltak. Ez közel 10 000 példányban jelent meg. Mivel akkor én a pályám kezdetén voltam, ez egy jelentős példányszám volt az akkori körülmények között is. A kritika nagyon fogékony volt rá, az irodalmi közvélemény is. Én nagyon örülnék, hogyha legalább ilyen fogadtatása lenne ennek az új kiadásnak is most, mint volt az elsőnek annak idején.